Hát szervusztok! Illetve hey, szervusz, Krisztián! Well. Elő akartam adni ezt a, a volt hút. Nézd, Teljesen zsenilis vagyok, vagy szenilis. De nem, inkább zsenilis. Tehát ez a zseniálisnak a... Zsenilis. Ez az öregedő zseniális, érted? Aki még nem szenilis, de már zsenilis. Uh, volt a ja, kemény Henrik. Na, hogy eszembe jutott? Elő akartam adni ezt a kemény Henrik bábszínházát. Hogy nem láttátok gyerekek a, mit tudom én, a mújót? ott van a hátad mögött, ott van a hát. Hol? Te, te, láttál ilyen báb, előadásokat a Kemény Henriktől? Nem tudom, hogy a Kemény Henrik tőle, de ami nekem erről eszembe jut, az a, hogy hívják, Paprika Jancsi, meg az ördög. Igen, hát az, az tipikus Kemény Henrik Na, akkor igen, előadás volt, ez a népi, népi bábszínház imádtam. Egyébként ugye. Alacsint a sütővel elklopkolja. Igen, 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 igen. Egyébként azt hiszem, hogy a süsőt ő mozgatta. Annak igen. idején, igen, igen, igen. Tehát nagyon jó báb mester volt. Tehát, talán ő, ő volt az utolsó igazi, ilyen mindent is tudó. Bábjátékos. Ugye náluk ez családi ö, tradíció volt. Na de Krisztián, ha már no. Paprika Jancsi és az ördög, mi történt veled a héten? Az ördög tudja, vagy a Paprika Jancsi. Vagy a paprikajáncsi. <hört> most történtek velem dolgok mérsékelt mennyiségben, és le is jegyzeteltem őket, képzeld el. Ezt nem hiszem el. Én... Te, 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 <síns> valami meetingre míténk. jársz, fogadjunk. Nem, nem. Sok meetingre járok, de nek semmi köze ez. <síns> Itt volt ugyanálunk a Black Friday, meg mindenhol máshol is, és hatalmas, nagy PlayStation nyüzsgésben voltam egész hétvégén, hogy vegyek, ne vegyek, vegyek, ne vegyek, vegyek, ne vegyek. És ez az egész onnan indult, hogy én már régebben elkezdtem gondolkodni ezen, és a nyáron euh, xbox egyet a Gina Hugomnál, és van neki ilyen remek kamerás pingpongja, meg bowlingja, meg ilyesmi, és tök vicces volt, hogy ott a szobában ilyen jó megmozgatott minket, még izomlázom is lett a strandlőplabdázástól és a pingpongozástól. És, és ez ilyen jó pofa volt, és aztán Kinga felvetette nemrég, hogy hogy lehet, hogy lehetne nekünk is egy ilyen. És akkor körbeérdeklődtem, hogy Xbox vagy PlayStation most hogy áll éppen a gigászok csatában. Krisztián, miért, 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 miért hagytad ki a harmadikat, amelyik igazán arra való, hogy megmozgasson? Tehát, ha neked ezt tetszett egyébként. A az ig Hát a Switch van most már, ugye, a, a, az Igen. új, az új V, és hát neked ez tetszett, hogy így megmozgat, akkor és tudod, hogy az xbox Xboxhoz pedig már nem gyártják konkrétan ezt a, igen. a szettet. Igen, igen. A v ben én azért nem gondolkoztam, mert ha már van egy ilyen erőmű itthon, akkor azért lehet, hogy hébe óba valami komolyabb címet is ráröffentenék. Például most jön ki, a, illetve már kijött a Star Wars Battlefront 2, ami a Playstation 4 pro úgy néz ki, hogy így ül ülök, és így <laughs> édes istenem. Úgyhogy ilyen multifunkciós valamit szerettem volna, és az volt ezzel az egésszel, hogy tök jól összeválogattam már, hogy akkor ez kéne, az kéne, amaz kéne. És azért véletlenül utána olvastam, hogy jött egy ilyen kósza gondolat, hogy olvasok már utána, hogy milyen ilyen ugri szobasportos, playstation játékok vannak a kamerára, és baszki nincsenek. Egész egyszerűen nem találtam. És olyanokat találtam, amik alapvetően ugyan kijött most a playstation a, a Virtual Reality sisak is, és hogy ö, arra jó a kamera, arra használják többnyire, hogy a Virtual Reality sisak itt, nézze, hogy merre forgatod a fejedet. És gyakorlatilag, gyakorlatilag nem találtam ilyet. És, és akkor még egy darabig győzködtem magam, hogy hát azért jó, hogy egy Battlefront 2, egy Battlefront 2, de a vége az lett, hogy nem vettem semmit, mert mert játszani a gépen is tudok, és egyszerűen nagyon-nagyon jó kinéző Star Wars-os First Person shooterért lehet, hogy lehet, hogy nem kellene ennyi pénzt kiadni, mert hogy így maga a Playstation 4 Pro az rettenetesen jó le volt árazva, az egy oké okay lenne, de amikor már így kinyílik Pandora szelencéje a virtual reality szettel, ahogy hívják a kamerával menny minden mennyire, minden volt, az... mennyire volt leárazva? ps Kérlek szépen, attól függ, hogy milyen jóba válogattam volna össze, a, a Playstation 4 volt leárazva, abból is a Limited Edition Battlefrontos Playstation Pro volt 150 valáról leárazva, 130 körülre, a, abból annyit nem engedtek, a Virtual Reality szucok voltak, volt, ahol a 120 ezeres Virtual Reality set le volt árazva 70-re, meg ilyenek. Krisztián, Uh, egyezzünk meg valamibe, jó? Na. Tehát uh, ígérd meg nekem, ha lesz fölösleges 20 ezer forintod, amit elköltené arra, hogy ugra a tévé előtt, akkor, akkor szólsz meg. 400 ugrókötelet? Nem, 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 hanem uh, a vit uh, konkrétan, tehát most nyilván. Uh, marha jó összekapcsolódik ez a két sztori. Pont amikor ki volt, el Indiába, akkor beszéltem a, a Switchről. De most az egyik kollégámnak vettem egy használt vít. De úgy érted, hogy a King attól megőrülne, hogy balansbordal, két vezérlővel, abból is van a, a víhez egy ilyen plusz motion controller, amit a kontroller végére csiptetsz föl, és akkor még finomabb mozgásokat lehet vele csinálni. Hm. Úgyhogy hogy tehát van egy komplet mérleget hozzá, ami 130 kilóig tud működni, és azzal ilyen, ilyen balanszjátékokat lehet játszani, ilyen tessúi áthelyezős ha. dolgokat és uh, meg mindenféle ilyen fitness uh, uh, programok vannak hozzá, két ilyen, uh, még nem is láttam ilyet, ilyen karpánt, ami, ami uh, figyeli a karmozgást, és uh, az egészet vettem 35 ezerét cakompóért, tehát úgy ahogy van. és nyilván nem szép dolog, de de hát ha egyrészt ez már három generációval ezelőtti gép, és hát ezt remekül lehet törni de a törésnek nem is ez a lényege, hanem, hanem az, hogy ne kelljen a CD-ket berámolni minden egyes játéknál, hanem egy külső USB Winchester fölmásolod a a kigrebbeled a CD-t, fölmásolod a tartalmat a Winchesterre, mert egyébként ugye a Nintendo egy, egy akkora szarházi volt annak idején, hogy DVD megy a cuccba, és minden DVD-t teleírtak. És a és után derül ki, érted, hogy a, a 4 egész, mit tudom én, 7 gigás DVD-n, érted, 220 kilob vagy ö, 220 megabyte van, annyi konkrétan a játék. Jaj. Érted? És akkor piszok sok játék automatikusan letölti a borítókat, 3D-be pörögnek a képernyőn. Nyilván ez még egy pár fölbontású, tehát le lehet, hogyha neked ilyen ultra HD tévéd van, azon elég szarú fog kinézni. De, de meglep, tehát én engem most meglepet, mert ugye tudom én, otthon is van, de hát évek óta nem szedegettem elő meg már elajándékoztam valakinek a Winchestert meg de mindenünk van, tehát gitárhírótól kezdve a, a dob, a mikrofon, a, a balanszbord, minden az ég a világot. És most nagyon olcsón lehet hozzájutni. Tehát Pesten szerintem ilyen, ilyen 20 ezer forintokért már kapsz egy ilyen vít, és arra tökéletesen, tehát annyira jó parti játékok vannak, ilyen, ilyen ketten, hároman, akár négyen is, azt hiszem az a maximális irányító, amit kezelni tud, négyen is tudják játszani. És most, hogy, hogy ezt beszereztem, volt olyan ember, aki, aki euh, Xboxozott. És nekem az xbox mindig furcsa volt, érted, hogy nincs a kezedbe semmi. Konkrétan. Tehát euh, ja, ja, ja. az nagyon gáz. És most teniszeztem megint a Vivel, és az egy eszméletlen jó, hogy a labda hangját, amikor elütöd, az irányítóból hallod. És még rezzen is egyet, mintha ha tényleg megütötted volna a labdát. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát, tudom, hogy ez, tehát nekem a Nintendo ezzel sajnos nem fizet, de, de én, én mondjuk így, így, vágyom egy Switchre rettentően. És arra is, hát most már grafikája azt, azt mondom, hogy a Switchnek kielégítő, tehát ezeken a HD-s fölbontásokon már gyönyörűen fut, és még hordozható is, tehát azért uh, vannak előny, meg egy csomó játék van a Nintendón, ami a másik kettő nincs, ugye? Tudom én, egy, egy Mario Kart, vagy egy Super Mario, uh, az nem, 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 létező opció a, a az Na és még mi történt, akkor haladjunk. Tovább. Jó, jó. Ő, hogy hívják? Nem fogok venni más helyet. Az az érdekesség egyébként, hogy azon gondolkoztam hétvégén, hogy én most kezdtem el a felnőtté válás útjára lépni, amikor így mérlegeltem, hogy Battlefront 2, jaj, jaj, de játszanék vele, jaj, jaj de jaj. vele, a nagy tévé, jaj, de játszanék vele, és így nem, nem fogom megvenni. Ez, ez így a... Ez így egyértelműen a az, az, ez, ez, ez az öregség jele baszki, tehát nem tudom. Igen. Hát ja. De helyette, hogy azért költekezzek, egy kicsit kiköltekeztem magam, a segítségre szoruló cicákat támogattam egy marékkal, úgyhogy így, így azt hiszem, hogy egy kicsit jobb helyre ment a... én nem, egy, nem, nem a komplet Playstation szettára, de egy kicsit támogattam helyette a cicákat. És olyan dolgok történtek még velem, kérlek szépen, hogy már nyár óta próbáltunk a Debreceni Egyetem kutatás négy fős csapatunkkal összeülni, mert amikor túléltük a, 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 a kutatást a dohányzással együtt, akkor megfogadtuk, hogy rendszeres időközönként össze fogunk ülni egy pár pofa sörre, vagy a bárány úr esetében egy jó kólára, vagy fröccsre, kinek milyen kedve van. És sehogy se tudtuk összehozni nyáron, javarészt miattam. És a miatt? sikerült összehozni. Hát ki, miatt? ki miatt, persze. És most sikerült végre összehozni, és becsábítottam a céghez a, az urakat, hogy egy ilyen gyárlátogatással egybe kötött, aztán majd e, idogálás legyen belőle. Úgyhogy egy nagyon jó hangulatú pár órát beszélgettünk így, hogy már nagyon régóta nem találkoztunk, ki kiveséztük, hogy várjuk az újabb debreceni kutatást, és, és jó volt, ez volt. És ezen felül, meg még képzeld el, Fifika, elkezdtem jogázni. Hmm. Érzékeltem a Kinga Facebook bejegyzését. Ez csak így, tehát így a szemem sarkából érted, ez a, a nem tudom, valami joga tanfolyam kapcsán, és így meg is néztem, hogy milyen órák vannak, meg hogy ezek ilyen adományozósak, még a Kinga csinált egy kis leadet, hogy miről szól ez a jóga ez a dolog. Hát ha ö, kijöttök minden héten Csíkszeredába, én intézek helyet. Azt hiszem, hogy erre nem annyira lesz mód. De én ilyen mini jogákat csinálok, amikor éppen van idő, akkor egy ilyen 10-15 percet csak, hogy legalább annyit is mozogjak, és ilyen 10-15 percben egész elviselhető. Egy komplet session már nem biztos, hogy bevállalnék. És ez, mi, 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 miből áll? Légzésgyakorlat? Na, nyújtások? Pár napi vözlet, mi, mikor, hogy igazából így cifrázzak inga, hogy ne legyen uncsi, mindenféle dolog van benne. Ilyen egy-egy nap üdvözlet köré vegyített gyakorlatok igazából. Ez jó ez a nap, üdvözlet, ez volt tai is ismerősöm, és akkor az, az mondta ezt a öleld meg a tigrist. Nem tudom, én, minden ilyen figurának volt ott is valami ilyen agyament, hanem, hát nem agyament, mert nyilván egy, egy kultúráról beszélünk, és egy igen-igen régóta gyakorolt tevékenység mind a kettő, de érdekes nyilván, tehát az európai ember számára ez kicsit misztikus. Igen, igen. Nekem a napüdvözletről mindig a, a Pimpa című rajzfilm jut eszembe, arra te emlékszel? Igen. A, abba volt mindig. Szia, pimpa, és mmm", lógatja a nyelvét. Szia, nap. Mmm". <laughs> ez itt ez az, mindig a napirvezletről a pimpa. Szóval vele ilyesmi történtek igazából. És veled mi történt? Hú, egy a múlt, amikor beszéltünk. Igen, 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 igen. Előre elnézést kérek itt. Mindenkitől, mert én folyamatosan kim vagyok, és, és így aztán nagyon az otthoni dolgokról nem tudok beszélni. De ma, amikor a rögzítjük a podcastet, hát ha hiszed, ha nem, román nemzeti ünnep van. Tehát érted, ez a, nekem ez, ez jutott eszembe róla, hogy amikor Kolumbusz napon kérdezték az indiát, hogy maga miért nem örül. Jaj. Szóval december elsője 99 éve csatolták Erdélyt Romániához, és ennek a, ez a román államiság ünnepe. És öh, hát van valami köze a román államisághoz egyébként, vagy csak úgy Erdély? Én szerintem, apró, szerintem ez a... Nem, nem, tehát ez az első, tudod, ez a párizskörnyéki környéki békék ö, ö, folyamánya, tehát az is vicces egyébként, ez, hogy Párizs környéki békének hívjuk azt, ami kirobbantotta a második világháborút. Na mindegy. De nem, tehát az ilyen kicsit morbid. De hogy Gyakorlatilag a mai Románia ezzel a lép, mert nem csak Erdélyt ö, ö, csatolták oda, hanem Beszarábiát, ö, ugye akkor a. a de Magyarország szenvedett a legnagyobb ö, lecsatolást, és ö, ha jól tudom, akkor a lecsatolt területekben kisebbségben volt a románság. Tehát az is egy ilyen, ilyen furcsa szituáció volt, hogy akkor összeült az erdélyi nemzetgyűlés, és nem tudták megakadályozni ezt, mert a, a nagyhatalmak így döntöttek, holott az önrendelkezés jogán egyébként Uh, és ki is mondták, hogy ők nem, nem, akarnak Romániához tartozni, de, és az önrendelkezési jog az ugye már akkor is ilyen alapjogok közé tartozott, csak aztán valamiért ebből semmi nem lett. Uh, nyilván hatalmi, vagy hát politikai érdekből ezt uh, szépen elsikálták, és hát ezt, ezt ünnepeljük, Természetesen itt Csíkszeredában nagyon nem láttam így fölvonulgató embereket, meg, <laughs> meg olyanokat, akik nem tudom én, román zászlóval rohangáztak volna az utcán, de ettől függetlenül előfordulhat, hogy, hogy itt is volt valami helyi megemlékezés, de a, a központi ünnepségek azok na nagyok voltak, tehát ilyen katonai díszszeMLE mindenféle íz, és talán ilyen... Jó, mint, mint régen nálunk a május Ilyen soha nem látott. Én hát, nem egészen, de, de hogy nagy, nagy ünnepséget ö, ö, csaptak, és ugye ez most 99 éve, jövőre lesz a 100 éves, tehát az szerintem ö, még inkább ö, ö, nagy, nagyobb lesz. Még nyilvánvaló, hogy, hogy, ez, ezen a helyzeten már nem nagyon lehet változtatni, illetve az csak, csak súlyos konfliktusok árán lehetne megváltoztatni, tehát ezen kár is gondolkodni. Én abba bízom, hogy előbb-utóbb az önrendelkezés, a, a kisebbségek önrendelkezési joga az fejlődni fog, és akkor gyakorlatilag el fognak jutni majd abba a szakaszba, ahol már tényleg önállónak érezhetik magukat. De hát ez, ez már politika, és ebbe én nem nem akarok belefújni, ja, de hogy nem. Elég bonyolult kérdés. Igen, nem, nem kívánok. Ami érdekes az az, hogy a. a és nem is tudtam erről az egész sztoriról, tehát én így. Tud, mindenkit vártam ma dolgozni, és senki nem jött, mert hogy munkaszüneti nap is. E, és e, amin én kiakadtam, az az, hogy, hogy az itteni e, román médiában hogyan ö, ö, nyomul az otthoni politika. Tehát, illetve román, hát az erdélyi médiában, hogyan nyomul a, a, az otthoni politika, hogy óránként mondják be, hogy menjen el szavazni. Érted? Nyilván azt nem mondják, hogy kire, azt ugye mindenki Ezt tudja. <laughs> azt, azt mindenki tudja, de hogy, hogy ez valami iszonyat ö, ö, ilyen, nem is tudom, tehát otthon sorossal mossák az agyunkat, itt ezzel a mennyel szavazni, de hát bakker, május, érted? Azt már a, a helyi rádió, mond, óránként, minden órába érted? Már mondom, ez hihetetlen, hogy, hogy ez, 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 megy már itt kint. <hül> Mintha nem tudnák egyébként. Tehát aki el akar menni, az nem, nyilván nem az óránkénti média hirdetésre fogja fölkapni a, a fejét. Aztán, hú, már múlt, múlt adásban is mondtam, hogy, hogy találtunk egy nagyon frappáns kis kezdőkészüléket. Mondtam? Uh -huh. Igen, igen. Na, azóta tesztelgetem itt már egy egy hete vagy kettő, és iszonyú jó nagyon pici. Annak idején Andornál láttam ilyen kis kompakt, kurva drága készülékeket, ha még emlékszel rá. <laughs> Jó, hogy Minden, úgy is explicit tartalom leszünk, tehát ugye ja, Andró, kérdeztük tőle, nem tudom, te mennyire emlékszel ezekre a megszólalásaira. Figyelj, Andor, mennyibe került? Keci drága. <laughs> De gyönyörűek voltak. De gyönyörűek voltak. Szóval nagyon kis kompakt, egy 1100-as aksi van benne. Baromi jól eszi a 60-40-es levest. És ugye ennek a készüléknek, ami a, a legnagyobb berénye, az az, hogy van egy kupak a tetején. Tehát gyakorlatilag, amikor leteszed, vagy zsebre teszed, akkor a szipkád nem megy tele semmivel, és tényleg jó, tehát ezt most már rengetegszer megfigyeltem, hogy hogy előveszem, és tudod, így szoktam nézegetni bele, bele a, a szipkába, és nincs benne semmi kosz. Hát beszarok, hát, hí, hát ez hihetetlen. Ez az egyik, a másik az, hogy valamiért az emberek mostanában, nyilván a marokmodok miatt így leszoktak a nyakba a és ez föl van készítve, tehát a kupakja azt tud egy ilyen befűzhető nyakba a kasztót lehet beletenni, és hát ha akarod, akkor lógatva hordod a nyakadba, ha akarod, akkor eltakarva a kupak felől pattintod rá, mert a kupakot az aljára is rá lehet pattintani, hogy amíg szívod, ne hagyd el. Tehát akkor is kéznél legyen piszok jó ízgőz, és nem, nem, alacsony, tehát nem alacsony ellenállású, bocsánat. Nem, nem, hogy nem alacsony. Alacsony egyébként, de nagyon picike. De 1,6 ómos. Tehát ez már annyira ritka a piacon, hogy az valami elképesztő. Tehát háromszor megnéztem a papírját, hogy mi van? Tényleg ennyi? Hát ezt nem, nem hiszem el. Úgyhogy berendeltünk ide a román piacra belőle. Nem, nem, is drága, tehát mit tudom én, Magyarországon a, a jára ilyen 9-10 ezer között lenne valahol. Aha. És mondom így, kezdőkészüléknek bármikor az egyik leg... Meg az, hogy ennyire praktikus, tehát az egyetlen egy bajom van vele, hogy az USB csatlakozó nincs eltakarva az még egy... Az egy jó ötlet. Igen, hát abba az USB részbe azért bele tudnak ülni a dolgok, de ettől eltekintve meg, meg, marha jó. Tehát nagyon tetszik. És ennek örömére, hogy, hogy ezt használtam, egyszer benyúltam az egyik dobozomba, és kiugrott belőle a, a GS kazánom. És hát nem bírtam ellenállni a kísértésnek, úgyhogy a másik uh, társam, ami itt van velem, az a, az a tehát ez, ez, a, a, ez a ronda, de kurva jó kategóriája ez a GS. Nem, teked volt? Nem, 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 nekem nem. Kicsi, iszonyúan finom gőze van. Tehát még, még most is az egyik legízesebb uh, kazán, és ha, ha, jól beállítod a, a léjellátását, akár egy vattag áttal, akár két messel, amit megsodorva ledux, és nyuszi fül, mert ezt a ez úgy, úgy, volt, hogy ha nem 32 ezer forint lett volna, kibasztam volna a kukába. Tehát így, így kezdődött az ismerettségünk. Ugye Inkvi mondta mindig azt az aranymondást, hogy az éke modot venni, mert azt nem dobott ki. És, és aztán megnéztem a Csárli videóját, mert hát mire való az eciki-tesztek.hu és ott így a Charlie mutatta Nyuszi fül. Még akkor ugye nem igazán vattáztunk, tehát volt még ilyen, hogy üvegszál, nem tudom ki emlékszik rá. És és onnantól kezdve tökéletesen működött. Tehát ahogy én vattáztam minden, hogy csak az nem jutott eszembe, hogy a, az üvegszálnak fölfelé kell lennie, mert akkor nem vezeti le a palást, hozza a levest. És tökéletesen működött. És aztán jött a, a vatta, a korszak, és a, 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 azzal meg aztán végképp perfect. tehát még a hülye, a, vagyis én is tudtam. Vele boldogulni, és azóta hűséges társam, és megjárta velem Angliát, hihetetlen jó. Akkor mit kallódott a táskádban? Hogy? Mit kallódott akkor a táskádban, hogy így nagy meglepetésedre előkerült? Ja, nem, nem, nem a táskámból került elő, valamelyik dobozból. Tehát ja, a dobozból. Ugye, mikor költöztünk, akkor én. Én összepakoltam mindent, és ott még van, vannak kincsecskékám, csak így megjegyzem. De így összepakoltam mindenfélét, és akkor így egyszer csak így rámosolygott, hogy Hello! <laughs> Itten vagyok. Rég nem találkoztunk. Mm -hmm. Nagyon uh, kis uh, kompakta az egész cucc. Úgyhogy uh, Hát vele ennyi ö, volt, meg hát nyilván a, a céges agyalások, ugye lement a, a magyar szállítás, most megint elkezdtünk a román piacra termelni. Van egy-két dolog, ami tervezés alatt van, szeretnénk ilyen 50 millis ö, nullás likvidekkel ö, megindulni, és ö, mondjuk nyilván nem a klasszikus tíz íz, amit ö, most gyártunk, hanem tíz vatta új ízzel. Főleg édes ízek, amik ö, nagyon hiányoznak a, a, mi palettánkból. És azért már így évek óta rakosgatom magamba össze, hogy mi, mi az, ami jól megy. És, tehát ha valaki így látná a, a ö, likvid előkeverő, előgondolkodó konyhát. <laughs> Érted, ez tehát tényleg nem akarok hazudni ilyen száz-száz-ötven ilyen 100 100 milis aromák ott sorakoznak, és hát valami szar, van, ami nagyon szar, van, ami jó, van, ami nagyon jó, és akkor így, <kül> tudod, mész-mész, így, mész, mész, így gondolkozol, és akkor, ú, te milyen lenne a mit tudom én, a banán popcorn, így ez a kettő, vagy tejbanán csokoládé, vagy nem tudom én, és akkor tudod, megkevered. Habos kacsamáj. Megkevered, jó, jó, de kicsit kevés benne ez, vagy az, akkor megint keversz egyet, és én... Kéne bele egy kis barna alga. Igen, és én százmilli alatt nem, nem, keverek, tehát ö, ott lehet, 100 milli az a mennyiség, ahol konstansan lehet ö, mennyiségekkel játszani, és akkor <kül> hát az 50 milli is kevés, a száz az, amivel jól el lehet uh, lenni, de hát azért vannak ilyen mellépufogtatások, érted? Hogy azt gondolod, hogy valami jó együtt, és közben meg és mondjuk a vizes teszten átmegy, és aztán meg a, a likvidben meg nem annyira jó, de hát uh, ez van. Ugye a másik ö, ö, problémám az, hogy bezártuk a, a netes értékesítést, de hát ö, egyszerűen azért, mert, ö, mert ö, a, hogy mondjam, tehát a mostani ö, hajtás mellett képtelenek ö, vagyunk kiszolgálni. Jó. Alaplét, tehát, hogy akkor meg kell, hogy álljon a gyártás. Érted? És uh, itt annyira szűk és szoros határidőink voltak, hogy ez volt az egyik, a másik, hogy át akartam gondolni a, a teljes palettát. Aha. És uh, hát most úgy fog kinézni, hogy uh, nem lesz uh, arománk, uh, eszenciákat kezdünk el uh, gyártani. Ugye az volt egy másik ilyen uh, ezt már egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt láttam, hogy a, az aromák azok uh, túlbonyolultak. És nem már. De. Mi lesz az én barackommal? Hát nem tudom. Nem, majd veszel eszenciát. Uh, és akkor erre a 10%-ra lőjük be a, 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 végét. Ugye ez az egyik, a másik, hogy, hogy az eszenciában tudok kevert tízeket létrehozni. Tehát uh, aromában marha nehéz uh, uh, olyanokat uh, csinálni, bár erre is voltak azért uh, uh, kísérleténk, hogy uh, több aromát, vagy, vagy az aromához még rakunk valamilyen kas összetevői anyagot, hogy még jobb legyen, vagy még finomabb, vagy egy kevert ízt tudjunk uh, vele. Azt mondjuk, tényleg kemény lehet vissza, vissza reverse -elni. -e. Igen. Igen, és akkor uh, én már erre készülök nagyon régóta. Ugye ide kell egy, egy brand, kell egy, uh, egy design, egy, egy olyan. Uh át kell gondolni mindent új, újra, mik azok az ízek, amik mennek a, a piacon, és ugye Románia az a, a picit más, mint a magyar piac, de a német piac még másabb, mint a, a magyar, vagy a román. Tehát <coughs> Romániában például a, a 12-es, 18-as likvidek mennek hihetetlen módon. Tehát hmm. ö, én csak így néztem ki a fejemből, tehát én magyar viszonyokhoz szoktam, hogy ott a nullás 18-as az nagyjából egyformán fogyott, és a, hat, hatos ment a legjobban, és utána a 12-es. És itt, itt, meg a pont a, hát nem, nem a fordít, hanem más a tendencia. Tehát itt a 12-es megy jobban, és itt jobban mennek a dohányosok, mint a gyümölcsösök. Tehát otthon meg a gyümölcsösök mennek jobban. Tehát de egyszerűen nem, 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 nem tudod kitapasztani. Illetve Helyi ki kell, sajátosság. Ki kell igen, igen, ki kell tapasztalni. Németországban viszont még a gyümölcsösök sem mennek annyira, mint az ilyen sütis, meg süti gyümölcs, meg, meg a mentol gyümölcs, az, az, azok mennek hmm. borzasztóan. Szóval, mondom, mások a, az igények, és akkor erre majd építünk fel egy ilyen az eszenciákra is, illetve a, az 50, 50 millisek lesznek, de 60 milis palackban. Most még, még a palack sincs lefixálva, hogy ez milyen legyen, vagy, vagy hogy, 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 hogy nézzen ki, de mindenféleképpen nyilván valami jó használható, tök-praktikus palackot akarunk. És ugye elkezdődött a, a román piacon már a, a 20 mg-os nikotinnak a, a forgalmazása, és hát biztos, hogy, hogy megvárjuk vele a januárt, hogy ha esetleg Magyarországon valami változni fog a, a <coughs> likvidek házatáján, akkor Magyarországra is bejelentjük a, a 20 mg-os, de hát egyrészt iszonyú pénz, másrészt pedig ja. euh, nem, nem, biztos, hogy van értelme. Hm. Ez kemény jó lehet azért ezt kisakkozni. De... Hát a jó pár álmatlan éjszakám van mögötte. Egyébként tehát minden egyes lépésen, amin, amin így átlépsz, hogy akkor na, csináljuk, az, az mindig egyfajta ilyen gyomor ideggel jár, hogy na vajon mi lesz a, a, a vége. És a román piacon olyan likvid a, a húzó, am, amitre azt mondtam, tehát toda, eddig nem is forgalmaztuk Magyarországon, ez az American Pipe, ami egy Aha. ilyen ilyen pipás dohányos, kicsit édesebb vaníliás, füstös, de, de na finom, de de mondjuk én a, a, a nekem a nagy kedvencem és én állandóan a, szívom, az a Annyi neve volt már most az gondolkozok, hogy de a legelső neve az a camelot volt, tehát az még még ős, őskorában a volt az a liquid, aztán lett belőle, most, most Havanna néven forgalmazunk, de hogy ez a Havanna volt, ami egy ilyen szivaros ízvilág. Uh -huh. és, és, és az nem, nem nem megy, ez az American Pipe-ra meg úgy ugrattak a, a románok, mintha nem is tudom, mi lett volna cukor, érted? Érdekes. Na, hát picit így ö, belemerültünk ebbe a, a témába, de hát ö, tényleg nekem forog a, a világ. Neked meg Debrecen, és ö, Charlie külön szólt, hogy Debrecenről beszéljünk, mert a, a két ö, csoportban is ha valaki érdeklődik a Debreceni ö, kutatás újra töltve fejezete után, ugye ami majd januárban indul, és, ö, és arra készülünk mi is ö, egy ilyen podcast busszal, akkor, akkor ne fogja magát vissza bátran kérdezni, illetve jelentkezhet a, a párásító Facebook ö, csoportban is, úgyhogy ö, szeretettel várunk mindenkit ebbe az új Debreceni projektbe. És amiben és, már dohányozni sem kell. Amiben már dohányozni sem kell, tehát nem, nem olyan brutális áldozat, mint amilyet a, a dohányzós ö, sztori megkövetelt. És, és hát tudod, ez a, annak idején uh, uh, szakvizsgán volt ez a, az egyik uh, kollégám mondta, hogy a bakkerő nem, nem készült <laughs> talajelőkészítésből. <laughs> <laughs> és bement, és elkezdte mondani, hogy, hogy uh, a szántás után tárcsázás következik. És így bólogat a fickó az mondja a gyerek, a szántás után tárcsázás következik. És uh, a szántás után, azt már hallottuk, hát de nem győzöm hangsúlyozni, a szántás után tárcsázás következik. Mechanikus <síthat> talajelőkészítés. És uh, nem győzöm hangsúlyozni, hogy Debrecen rettentően fontos mindenkinek. Egyrészt azért, mert magyar, másrészt azért, mert a leginkább az éjcigarettának kitett tüdőnket vizsgálgatják, illetve most épp a vérünket, de tüdőnket és vérünket adjuk. Most a vérünket adjuk, igen. Az ide. ügyért. És utolsó sorban remek a társaság is. Igen, igen. És ha már így, így, az áldozatoknál tartunk, találtam az Indexen egy piszakérdekes cikket, ami egyébként van egy kedvenc podcastem. Nem a miénk, az is kedvenc, de, de ez a 20, perc, 20 perccel a jövőbe az a címe a podcastnek és meglepő módon van egy hihetetlen, én egyszer annyira megismerkednék ezzel a lányzóval, egy ilyen, ilyen hihetetlen uh, uh, szép hangú lány, aki még hagyján, hogy szép a hangja, de valami eszméletlen jó humora is van, és uh, ők, az, ők az mi nagyon régóta uh, podcastelnek, és MI témában hoznak föl egy csomó jó sztorit. Ugye a, a kukás kukarobotixos storyt is Na neked. álljunk meg, álljunk, meg, álljunk Igen? meg. Vagy EMI, vagy AI, de nem MI. Hát EMI akkor. <laughs> Oké. Okay. Mindig ki vagyok javítva, bazlingál. faszom az épülbe. Na, szóval az EMI kapcsán volt egy csomó podcastjük. Na álljunk meg, álljunk meg. Mondja. Még egyszer, fifik. Azért mondjuk el, hogy a mesterséges intelligenciáról van szó, és nem az Emberi Erőforrások Minisztériumáról. Ja, nem az emmi, hanem az MI. Igen, <laughs> igen. Mesterséges intelligencia, Hát nem is kéne akkor amerikai kiejtéssel mondani. Ezért mondom, hogy emmi, okay. és nem máj Oké. Okay. Jó, tehát, hogy ezzel kapcsolatban volt egy csomó adásuk, illetve ők nagyon sokat foglalkoznak a, a témával. És ezért aztán én is utána olvastam ennek, annak, illetve hát én még a 70-es években a kedvenc filozófusom, Stanislav Lem könyveit olvasgattam, aki már akkor jósolgatott a mesterséget intelligenciával kapcsolatos dolgokról. Ha valakinek esetleg még kezébe akad az egyik ezzel foglalkozó legjobb könyve, a Summa technológia, az, az föltétlen vegye elő újra, és a mostaniak, ezt 60-as évekbe írta, mostaniak fényébe olvasgassa el, illetve van egy eszékötete, kötete az emberiség egy perce, ahol szintén kitér ilyen, ilyen dolgokra. Mindegy, nem, nem is lemmel akartam én ezt összekapcsolni, hanem hogy mennyire észrevétlen körülöttünk már a mesterséges intelligencia. Hogy, hogy milyen, milyen dolgokban benne van, amire nem is gondolsz, és hogy mennyire befolyásolja a mesterséges intelligencia az életünket. És ugye az, az index cikke arra hegyezte ki ezt az egészet, hogy mindaz mellett, hogy ennyire észrevétlen és ennyire nem, nem érzékeljük magunk körül a, a ténykedését, már azok sem tudják felügyelni, akik létrehozták. Tehát, hogy maguk a, a ugye ezek öntanuló rendszerek, és maga a kód az már, az már ilyen szempontból átláthatatlan. Tehát aki elkezdte annak idején programozni, az sem tudja, hogy a mesterséges intelligencia mi alapján, milyen gondolatok alapján, vagy nem, nem tudom, lehet-e egyáltalán ezt gondolatnak hívni, az öntanuló rendszereknek ezt a képességét, amikor elemez, hogyan elemzi ki a, a, a dolgokat. A, a cikk ugyan nem tér ki erre a, erre a sztorira, de gondoljon mindenki a, a YouTube-ra. Tehát amikor a YouTube-on te megnézel egy videót, akkor, akkor, akkor a YouTube elkezd neked ilyen videókat ajánlani. És az a durva, hogy az adott témában egyre durvábbakat. Tehát van, a, van egy hihetetlen jó előadás, én azt betettem a, a videó részbe. Ezt imádom egyébként, ezt a, a, a tyúkot, aki ezt az előadást tartja. Fejből nem tudom a nevét, de több ilyen előadását láttam. Ráadásul ez megvan magyar fölirattal is, tehát a TED oldalán lehet megnézni, és és mindenkinek ajánlom. Tehát aki egy picit is foglalkozik informatikával, például te, az, az föltétlen nézze meg, mert egy csomó dologra ráébreszt ez, a, ez a, az előadás. És ő mondja el az előadásában, hogy a, a ő társadalmi kutatásokat végez, azokon belül is ilyen, ilyen csoportkutatásokat. És uh, akkor még az amerikai elnök csak jelölt volt, és megnézett egy videót a YouTube-on az amerikai elnökről, egy ilyen kampányvideót. Mm -hmm. És egyszer csak elkezdtek följönni a YouTube-on a fehér felsőbbrendűséggel kapcsolatos videókért. Jó Istenem! Ha ez va, tehát hogy, hogy ezt nem, észre se veszed, vagy nem is gondolsz rá, érted? És hogyha, ha ezen a, a lépcsőn továbbmész, akkor, akkor milyen pillanatok alatt ö, ö, befolyásolhat téged, ha csak egy csíra van benned, ö, mondjuk a, a zsidó gyűlöletből, csak most mondok egy ilyen marhanépszerű témát, és neked elkezd egyre keményebb uh, holokausztagadó, meg össz, zsidó összeesküvő, meg mindenféle zs, uh, videókat fölhozni, akkor a te személyiségedet egyre szélsőségesebb irányba tereli. Úgy, úgy hogy észre se veszed. És, és ezt csak tényleg példának hoztam föl, mert számtalan ilyen példa van. A reklámok, a a, a minden az ég a világon, mert hogy ugye a cégek azok folyamatosan ö, figyelik a szokásaidat, a kereséseidet, a, a mi az, ami érdekel, stb. stb. És képzeld el, hogy a, a, ezek az algoritmusok már képesek arra, hogy a tevékenység alapján kiszűrjék azokat, akik nagy eséllyel ö, játékfüggők lesznek, de még nem azok. Wow. És, az, és, és, ezt, ezt tudatosan e, e, használják a cégek. Tehát e, óriási e, veszélyei lehetnek, mert hogy a mesterséges intelligenciában nincsenek erkölcsi aggályok. És ez az, ami... Megerősíteni tudom ezt egyébként, mert ez velem is így volt. Elkezdtem nézegetni a aranyos cicás videókat, és basszus, egyre aranyosabb cicás videókat kapok. Hát ez nagyon jó, ez nagyon jó. És ezt tudod, hogy a, a, a YouTube most törölt több ezer videót. És ezeknek jó része olyan gyerekvideó volt, ez, ez, ez a másik döbbenet, hogy, a, ezek a, ezek a, az elemző öntanuló programok megnézik, hogy milyen videók a legnépszerűbbek, milyen korosztályok körébe. És hát egy gyerekeknek akarsz pozícionálni valamit, akkor megnézik, mik a legnézettebb gyerekvideók. Ez hagyján, de hogy ilyen tartalmakat instant is le tudnak gyártani. <laughs> és és tud, ott od, ül od, a gyerek, és néz egy ilyen videót, ami piros papírszörnyek jönnek, mennek izé, és lehet, hogy egyébként meg valami borzasztó ö, ilyen abszolút az ember természetétől idegen dolgokat csinálnak ott a, a gyerek előtt, és és Ugye itt a nézettségre hajtanak, és a bevételre a kattintások után, és teljesen mindegy, hogy ha, ha már egy, egy mesterséges intelligencia állítja elő, annak nem lesznek sem esztétikai, sem erkölcsi aggályai ennek a tartalomnak a legyártását illetően, és most több ezer ilyen videót töröltek. Én azt sem tudtam, hogy léteznek ilyen videók, pont a gyerekekre kihegyezve vagy célpontnak, vagy célközönségnek nézve őket. Na úgyhogy barom érdekes a cikk is, de, de mindenféle, mindenkinek ajánlom, hogy olvas, vagy nézze meg a, a TED oldalán ennek a, a csajnak a, az előadását. Mondom, van hozzá magyar fölírat, tehát abszolút nem megerőltető, ha csak az olvasás nem jelent kihívást a a számára. Az én kedvencem, ez a, ez a német cég, aki az Amazon spammeltete le ilyen stockfotókból generált ö, telefonátlapokkal. Igen, és, igen, igen, igen. És a, 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 témának megfelelően leírást is adott neki például. Lehetett kapni az Amazonon olyan hátlapot, amin a kozmetikus női hónajat szörtelen gyantával témájú fotó volt. <laughs> Valószínűleg sláger termékké vált, ha <laughs> A rövid idő leforgása alatt. De a röhely az, hogy, hogy lehet, hogy ebből vásároltak is. Simán Tehát, lehet. Hát leszőnyek bombázták az egészet, és utcu neki. És tudod, a, 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 látsz valakinél, ú, de trendi, biztos, meg és el, elindul a rendelés hullám, érted? a másik még itt is van. A Samsung hátlap, gombás lábköröm. Fotóba. Jézusom! Nagyszerű! No, Erről eszembe viszont, képzeld el, Fifika, hogy ezt elfelejtettem mondani, hogy mégiscsak vettem valamit a Black friday ra alkalmából. Az Udemin vettem egy kurzfélét. Most leromboltad Igen. bennem a tudatot, hogy te csak aranyos cicákra költöttél pénzt. Mondja. Nem, nem, mert befizettem magam egy Machine Learning tanfolyamra is. Milyen, milyen tanfolyamra? Machine learning, gépi tanulás. Hát amiről beszélünk itt ja, 20 a Ja, machine, machine learning. Mondom, milyen, mi a tököm lehet ez valami? Biztos, hogy új fitness kiegészítő. Nem, nem, nem. Gépi tanulás gépi tanfolyam. Tanulás. És ott a, ott mit, mit tanulsz? Azt még nem tudom, mert még nem kezdtem el, de hát mindenféle módszereket, hogy hogyan működik, hogyan lehet ilyesmiket csinálni. Nem tudom, nem tudom, mit várjak tőle, mert én még nem foglalkoztam a machine learning témájával igazából azon kívül. Lécives, ha, ha, elkezdődik a tanfolyam, azért így két-három előadás után tarts valami kis összefoglalót nekünk, hogy mi, mi, mi az, ami megmarad benned, vagy merre halad ez Jó. az egész. Mindenképpen. Jó. Láttam, belinkeltél egy uh, Facebook uh, uh, bejegyzést. Én is, igen, 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 belinkeltem, mert még egy dolog történt velem. A tavaly előtt-előtt kellett volna elkészülnie, ha emlékszel még rá, annak idején, amikor az Indiegógón indult a kampány, akkor biztos, hogy uh, mondogattam róla ezt-azt, uh, a zseniális magyar képregény, Nyugat plusz zombik névre hallgat, és Úristen. az alapsztoria az az, alap az az, hogy a nyugatos költők, írók azok a New York kávéházban hepáznak éppen, amikor Budapestet ellepik a zombik, és mindenki elkezd zombivá átalakulni, és akkor így mindenféle... Látom, itt van Móris Zsigmond is... Adi Karinti, Móri, Szétlámbor, Sadgánnal minden egyet a a a zombikat. És Bocsánat. olyan berosáltam, amikor ezzel találkoztam. És hát azért így csúszott, 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 de most elkészült. Úgyhogy lehet, hogy most karácsonyra megjön a Nyugat Plusz zombik nagyon-nagyon várom. Ja, és amiért igazándiból még belinkeltem, hogyha valaki netán kedvet kapna hozzá, de lemaradt az indigógos kampányról, most már meg lehet majd rendelni is. Rendesen, így utólag is. És még szerencsé, kis szerencsével a fa alá is bekerülhet akár. Akár. És ez, 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 egy kötet, vagy, vagy ebből valamiféle sorozatot akarnak Hát ez Ön. egy ilyen kemény kötésű, nagy vaskos képregény lesz, igazából. És én nem tudom, hogy lesz-e belőle sorozat, de lehet, hogy a, az alkotó Csappella Oliver az most né néhány évre inkább kipihenné magát. magát. Mennyit tudtak össze szedni, azt nem tudod? Hú, kérlek szépen, megmondom neked. Megkeresem ide gyorsan azt. Ha jól emlékszem, 232 százalékkal lőtte túl az eredeti kitűzött célt. Itt van, itt van az indigogón. Tölt, tölt, tölt. Igen, pontosan 232%-kal lőtte túl. 12 ezer dollár volt az eredeti cél, uh -huh. és 27864 dollár volt össze. 1102-en. Az szép. Lát, látom a fényképet a megrajzolt oldalak között Google az alkotó. Ez azért igen szép. De jók, jók a rajzok, nekem tetszik. És így fejlesz, illetve az alkotás közben volt egy ilyen kis uh, Tumblr oldala, ahol a, a, támogatóknak jelentek meg ilyen kis snittek belőle, és a, ez spoiler ez, a kedvenc párbeszédemet, ami a, már nem tudom, hogy Karinti és valaki között zajlik, és így, tessék itt egy revolver, én nem hiszek a fegyverekben, pedig léteznek fricikém. És és, hát, tudod, hogy én pacifista vagyok és akkor így csönd és jelentőség nézés, na jó hozok egy széklábat hát, hát, Kávé ilyen ilyen stílusban lesznek a dolgok, én nagyon várom jaj, hát mert gyakorlatilag évek óta várom a, a, féz, a Facebook csodálatos világa ragadott el engem valamelyik este. Néha át szoktam pörgetni a, az értesítéseket, és akkor, ha találok valamit, akkor rákattintok. Nyilván, hogyha ha elektromos cigarettával kapcsolatos, akkor természetesen azonnal és Két ilyen, ilyen, illetve az egyikre az egyik ismerősöm hívta fel a, a figyelmet de két, két, borzasztó bejegyzésnek voltam tanulja, tehát ez a, nem, nem is tudom, pont oda voltál akkor is uh, Indiában, amikor... Uh, meg, ennyit nem voltam Indiában. De, ennyit, ennyit voltál Indiában. Meg, meg, lettünk szólítva, tudod, az uh, a, megavattosok, tehát akik a kújbisevi vízérőműre tekernek, és a pálcika szopogató buborékfújók? Hát <laughs> ez Mi van? Mi lennénk a pálcika a szopogató, szopogató buborékfújók. Buborék Akik így húsz alatt is tudnak élni, tehát borzasztó. Na és most beleszaladtam egy, egy ilyen dics hogy, hogy 20 és 30 százalék közötti aromát használ a, a, kedves arckönyv fölhasználó, és hogy ez milyen remek és íz, és a többi az mind szar, nem ennyi van, és stb. stb. És tudod így, úristen, mondom, ez az meg micsoda ért. Vannak ilyen emberek, hogy üvegből 30 a százalék? Az már csak glicerin tesz hozzá, érted? Mert, mert uh, gyakorlatilag az ugye 30 százalék PG-hez mit tudsz végrakni? <tos> <tos> És komolyan mondom, ilyenkor így, így elgondolkozom rajta, hogy, hogy egyszer tényleg csak így tök noném, megosztom egy aromának az összetételét. Tehát, hogy lássák már, hogy milyen anyagok vannak benne, nyilván nagyon pici mennyiségben. Tehát az, az aromában a kas összetevők, még azokban is, amit én használok, pedig azok ilyen 3, max. 4 os uh, uh, hígításban használható aromák. De hogy a kas összetevők száma az ilyen 7 és 10 egy néhány közötti szokott lenni, és az aroma, ha 100%-nak veszem a, az aromát, akkor a, 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 kas összetevők azok ilyen, ilyen 2-3%-ok. -ok. Most ezt fölturbózni olyan mennyiségre, hogy, hogy már az, én azt gondolom egyébként, hogy tök mindegy, mennyire finoman és kéméletesen összeválogatott aromákról beszélünk, de én az, ja, és akkor ezt nyilván egy ilyen, ilyen 200 wattos készüléken használja. Önmagában a készülék azért még nem, nem okozhat problémát, ha nem hülye a, a tulajdonos de hogy egy ekkora készüléken használja, és írdatlan mennyiségű gőzt lélegez be, hihetetlen ö, tele, vagy túlaromázva. És nem tudod megmagyarázni. Tehát ö, belementem, pedig nem szoktam, de belementem egy ilyen magyarázkodásba, vagy leírtam neki, hogy figyelj, ez tök nem jó, és hogy, hogy ebből az az aromaspirából nincs kiút. Tehát, hogy így egyszer elkezded, elindulsz, ötsze, mert ő is ezt így leírt, tehát ő 5%-kal kezdte, de, de, hát mennyivel sokkal jobb és izé, és hogy ő mekkora állsz, hogy mindenfélét összekever. <kül> Ebből az aromaspirából nincs kiút. Tehát először 5, aztán 7, aztán 10, aztán 12, aztán 20, aztán 25, tehát, hogy ahogy szét uh, uh, cseszi az ízlelő bimbóit, úgy kezdi elemelni az aromát. Ahelyett, hogy kicsit pihentetne, meg mondjuk esetleg olyan készüléket használ, amivel tényleg ízlelni lehet, uh -huh. nem vödörszámra magából dönteni a, a gőzt. Na, szóval nem. És mondom, tehát ez egy értelmetlen fél óra volt az életemből, mert gyakorlatilag neki van igaza, és kész. És Végén, tudod, ez a kis hang így megszólalt a fejembe, engedd el, engedd el, engedd el. És akkor elengedtem, tehát nem bírtam mit csinálni. A másikat meg ma küldte át az egyik ismerősöm, és euh, konkrétan nem láttam a bejegyzést, de hogy levideózta a keverőjét. Tehát Krisztián ezt így képzel, de látsz valami szerkezetet, nyilván valaminek a bele. Tehát Aha. valamit kibelezett. A lényeg az, hogy kiáll egy csonk, ami, mit tudom is, ilyen, fordul ilyen percenként ötvenet. Tehát aránylag lassan. Aha. Mondjuk kétszer gyorsabban, mint egy 45-ös fordulatszámú hanglemez. Az lehet, hogy több, mint 50, de mindegy. Tehát az aránylag lassan forgó középrész. És fogta, és rágumizta a likvidet. És az így pörgött körbe. És odaírta a bejegyzéshez, hogy trollok kíméljenek, akinek nincs értelmes hozzászólás, az pörgessen tovább. Na most ehhez mit lehet hozzászólni, baszki? Hogy csináltál, a csináltál, végére? Csináltál egy, egy igazán szarhatás fokkal működő likvid centrifugát. Tehát, hogy ez, ez a büdös életben nem fogja összekeverni a likvidedet? Hát pont ezen gondolkozom, hogy minél kíjebb van, és most azon gondolkozom, hogy a, a kifelé ható az a centrifugális vagy a centripetális, de már nem emlékszem. De hogy az ez a gyakorlatilag. A centrifugális, így, ami kifelé hat, szerintem. Hogy így szépen kinyomja a szélére a likvidet, és, és az, hogy békésen a forog. Okos, de ez szédül, más, más, más nem történik vele. És ugye még ahhoz is, tehát ahhoz meg gyors ez a forgás mert hogy ebből lehetne még akár gravitációs keverő is érted, hogyha ha 90 fokkal elfordítja, de ahhoz meg gyors ez a forgás, hogy a, a likvid saját tömegétől visszaessen mindig az edény éppen aktuális aljára. Na, szóval... Jó, Istenem. Fuck you, mágneses keverő, gondolom, így magába elgondolta, hogy Bekaphatjátok. Lehet ezt a... még fokozni, figyelj. Lehet ezt még fokozni. Tehát így elmész ilyen vúrstlikba, és hát oda szikszalagozod a, kör, a körhinták aljára a likvidedet, és zárás előtt visszamész, érte? Tehát a mosógép az egy abszolút ezek után már azt mondom én is, hogy a mosógép az egy abszolút megfelelő sztori. Hát abba tényleg össze tud keveredni. Érted? De ez, hát ez komolyan mondom, csak így néztem. Ez mire jó? Macska játéknak mellesleg, tehát tudom, macskák azok lehet. izgulnak az ilyen forgó mozgásokra, de hú, és eszembe jutott a, a... van ez a srác, aki ilyen Facebook idióták néven csinál YouTube csatornát, hogy hát lassan már mi is összerakhatunk egy több sorozatra, elég ilyen storyt a Facebookról. Nem is tudom, hol láttam egy ilyen tekerést, hogy a, a dupla mehamód, dupla tekercses mehamódba, úgy tette be a tekerést, hogy a két vége nem volt leszorítva. Igen, azt láttad. Azt láttad? Is. Azt És látta is. Hogy akármit csinálok, nem hiszi mm. Új, én viszont föltaláltam a legdurvább keverőt, basszus. Na. Most így me megindította a gondolataimat ez a remek keverő. Ugye, ugye? Tehát látod, mindennek van jó oldala figyelj, fecskendővel, injekciós tűvel a likvidedet bepumpálod e, egy bicikli belsőbe, és meghajtod a bringát a városban, és aztán fecskendővel leszívod. Ha? Hát két, két apró van a, a kettő? Igen, igen. Egyrészt, a túl gyorsan mész, akkor ugyanoda jutsz, ahova ez a szegény gyerek a, a keverővel, tehát nem, nem hát igazán. Hát megfontoltan kell haladni. Hát igen, ha, ha, ha elég megfontoltan haladsz, akkor oké. Okay. De miután most tél van, és a likvid az így nulla fokon azért már szeret sűrű lenni. Tehát aránylag marha lassan ki ahhoz érted, hogy visszacsorogjon a gumi neked a 10 milli szerintem így tudod, így fölkenődne a gumira, azt ott maradna, tehát az semmi hát nem. Nem 10 millit, egy fél liter belepumpált. Semmi Na, nem ne. történne vele. Kettő, hogy a gumi szerintem hihetetlen módon nem egy likvidbarát közeg. Tehát ha gumi ízű likvidet akarsz szívni, akkor mindenféleképpen próbáld ki, de ha annyira nem szereted ezt a a Hancock Tyer jellegű <laughs> liquid kombót, akkor, akkor semmi értelme, Krisztián. Tehát ettől, Nyilván nem gondoltam komolyan, de a hülye keverők versenyén azért ez elég a jó. Hülye verseny, a hülye keverők versenyén elég jó helyezést érnél. Ettől ma az is jobb volna, ha csak így a, a csinálnád, kitalálnád, de erre csinálna egy indiegogó kampányt is, hogy a külöre patítható... <laughs> Különre És Tényleg, és tényleg mennyire elegáns. Ja, hogy hívják, jutott még eszembe ezzel párhuzamosan, a lehetett kapni régebben kocogáshoz, meg ilyesmihez ilyen csuklószorítót, meg bokaszorítót, amiben ilyen kis súlyokat lehetett tenni. De, hogy igazából egy ilyen, mielőtt lemész kocogni, a bokáthoz erősíted a, a likvides üvegedet. Százmillis, százmillis flakon, csak egy ilyen, ilyen Csat kell, érted? A, a lábodra így körbe dugtos, négy-öt elférne körbe simán. Érted? Az, az fél kiló a két láb, hatvan de deg. Az a baj, hogyha mondjuk lassan, megfontoltan sétálsz, akkor ez nem a legjobb, de például, hogyha mondjuk van egy step -táncos ismerősöd, az a hmm. legtökéletesebb. Azért tehát ezt így lehetne tovább fejleszteni. Hastáncos öv. Az milyen jó keverne egy, egy hastáncos nő. Főrakod rá a likvidet, és elmegy egy hastánc edzésre, és gyönyörűen megkeveri. És mikor vége van, csak lecsatolod róla. Köszönöm szépen. Azt neki egy kis pénzt, mert azért mégis megdolgozott érte. Ennyi. De ez a másik ö, ö, tévhit, amit én tényleg már annyira halkan és annyira félve merek kimondani. Nem kell ezért 24 órát basztatni mágneses keverőben a, a likvidet. Tehát semmi nem történik. Tehát egy idő után, amikor teljesen és tökéletesen elkeveredett, semmi más nem történik, mint hogy a a likvid tetejéről az aljára áramlik a folyadék, és közben oxidálódik. Fölveszi a, a levegőből a kis oxigénmolekulákat, leviszi az aljára, és ez az érés folyamata. De ezt akkor is tudja produkálni, hogyha naponta kétszer megrázza valaki egy palackba. Érted? De nem, tehát itt a, már most azon megy a verseny, hogy én 48 órát kevertem, és egész más lett érted. Én meg 56 órát, és akkor tuti. <tört> <tört> tehát, hogyha ha nekem így kéne likvidet gyártani, én tökön szúrnám magam komolyan. <tört> én, én a naponta kétszer megrázom kategóriába. Én tartozom. azt gond, tehát én azt mind, mindjárt gondoltam, hogyha, hogyha az lenne a szar, akkor is azt csinálnád. Mert, ja. mert, az, a, mert az a legkényelmesebb, érted? <hums> és, és a másik uh, sztori, hogy a keverés menete az például nálunk úgy történik, hogy először a propilenglikolba keverjük az aromát 75 fokon utána az ismét 75 fokon uh, hőmérséklet vagy lejtő? Ez hőmérséklet. <laughs> ismét hozzátesszük a, a glicerint. Mindezt ilyen grampontos mérlegen kimérve, ö, és ugye nem 100 ml, meg nem egy litert keverünk. És mert hogy térfogatot nyilvánvaló nem lehet mérni. Tehát mi 20 fokon megmérjük mindig, amikor bejön a, a propilenglikol is, meg a glicerin is, megmérjük a, a térfogatát, illetve hát a súlyát a 100 milliknek, és akkor abból számolunk utána. <kül> és az, hogy ez 75-ről 65-re hűljön, az nekünk egy óra, és annyi idő alatt kétszer tökéletesen elkeveredik, mert azért mi nem mágneses keverővel keverünk, hanem egy ilyen lapátos, rozsdamentes keverő van. És amikor kész van, akkor, akkor kiöntjük tárolóedénybe, és ott pihen két napot. Azért két napot, hogy abszolút lehűljön, fölvegye a külső hőmérsékletet, az általában 20 és 21 fok között van, és akkor 21 fokon hozzá adjuk a nikotint, és azt már csak hidegen keverjük. Tehát ugye a nikotinnál nagyon fontos, hogy ne melegen keverődjön én el a, a sztoriba. És én nagyon sok embert láttam úgy, hogy hogy fölmelegítette mondjuk 50 fokra vagy 60-ra, hogy az nem probléma még, de hogy akkor adagolja be a nikotint is. A jó drága nikotint. És ezzel csökkenti a a nikotinnak a, a hatásosságát. Na, úgyhogy ennyi a, a keverés rejtelmeiről című dolog mára. Krisztián, hmm. szeretnél még Most. valamiről beszélni, vagy húzzuk le a rólót? É, szerintem lassan leúszhatjuk a rólót, és most már elárulhatjuk, hogy uborka szezon volt ma. Iszonyatos, tehát olyan, olyan uborka szezonba futottunk bele. A Krisztiánnak nincsen uh, futó, vagy illetve van, csak hát ugye semmi nem, nem történt. Uh, Nincs fejlemény. Nincs uh, Fejlemény a, a dolog a kapcsolatba. Mindenki békében van, senki nem jött nekünk. Nem tudom, tehát ilyen fázik, gondolom, mindenki vágja a fát, elfárad, nincs már kedve trollkodni. Ez van, gyerekek. Itt a, jön, jön a karácsony, illetve először a Mikulás, aztán jön a karácsony. Azt a kis sztorit még elmesélem, hogy ezt tudod, hogy mióta piros a Mikulás? Mióta piros a Mikulás? Há, mióta a Coca-Cola kisejtította magának. Igen a Mikulás zöld volt, tehát a Coca-Cola előtt a Mikulásnak zöld volt a kabátkája, meg a kucsmája is. De valamikor a, a századfordulón, már nem, nem a, a 2000-es évek, hanem az 1900-es évek fordulójában, a Coca-Cola egyik ilyen reklám rajzolója rajzolt egy Coca-Cola Mikulást, tehát így karácsony környékére, és ugye nyilvánvaló okokból a Coca-Cola piros színét használta a Mikulás sapkájának és kabátjának, és azóta mindenhol a piros Mikulást nyomják. Őrület. Nagyon érdekes egyébként, tehát hogy ekkora hatalma van a, a, a reklámnak. Hát, kedves hallgatóink, ennyi volt mára, Bezárjuk a, a, az adást, vagy lezárjuk az adást. Én még azért emlékeztetőül ide tettem a Románia Nemzeti Ünnepével kapcsolatos részt a kultúrába, hogy azért mindenki érezze át ennek a, a dolognak a beszállás. Mindenki indul a Budapest időgép. Oké. Okay. Az jövő hétre. Jövő rendben, hétre. rendben. Uh, Oké, okay, akkor marad Románia uh, nemzeti ünnepe a kultúrába, illetve hát a videóban a, a TED videó. Ó, bakker, egy dologról nem beszéltünk sorozat, képzelde, elkezdtem nézni a, a Ki vagy Doki eredeti szériáját. Hú, én azt olyan régóta tervezem, de nem merek belekezdeni. Annyira, annyira sok évada van. Nem gáz egyébként, tehát én, én is így voltam vele, hogy így húztam, halogattam, ezért nekem, nekem a kivagy dokiból az a doki tetszett, aki a, nem is tudom, két év vadot csinált, vagy háromat. De ő, ő volt az egyik legjobb doki. Na mindegy, és akkor... Az Eccleston volt a hiszem. <coughs> És uh, és hát mondom, meg kéne nézni, meg kell nézni. A lányom fölhívta a figyelmemet rá, hogy nem olyan gáz tényleg jó, meg jó pofa, meg érdekes, meg nem tudom, és ma elkezdtem, és megnéztem. Nagyon rövidek. Tehát uh, nem úgy van, hogy egy rész, egy fejezet, hanem ezek így folyamatosan mennek a, a részek, tehát így félbeszakadnak. És uh, és nagyon féltem tőle, ez fekete-fehér konkrétan, tehát én, jó, most az elég, én most az első évadot nézem és ez fekete-fehér <coughs> és, és nem gáz, tehát abszolút viselhető meg vállalható. még nagyon jó kis cifi epizódok teljesen tényleg még mai, mai szemmel is, én a sorozat baráton nézem, fölíratta jó jó, tehát nyugodtan fogjál neki, mert neked szerintem tetszeni fog. Én és Párat hát, kifogtam így az évek során, de hogy így ilyen végignézni rendesen átolcettig, az, az még nem volt. <coughs> Úgyhogy én nekem így tetszik, így az első pár rész után azt mondom, hogy nézni fogom. És amiről még nem beszéltünk, még mielőtt elköszönünk ez most egy hosszú búcsúszkodás lesz ahogy elnézem egyrészt ugye meg kell említenünk a, a nem, nem kell de, de muszáj a támogatás miatt és hogy mindig ilyen jó szívvel gondolnak ránk a Patreonjainkat Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a sónóczt, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen a támogatást. Köszönjük szépen a, a, az aktív támogatást, hogy még így életben tudjuk tartani ezt a kis podcastet, illetve csárlit uh, charlie aki most, ugye te 8 órakor akkor uh, mondtad, hogy bejelentkezze, 9... Hol mire minden Igen, tehát most 22.14 van, az román 23.14, csak így megjegyzem, és akkor 22-14, mire föltöltjük, lesz 23 óra, és a csárdi még utána kezd neki uh, az anyagot földolgozni, meg megvágni. Holnap reggel én megírom a bejegyzést, te elkezdesz majd uh, baszkódni YouTube a Youtube-ba. Úgyhogy itt azért a háttérben igen-igen uh, uh, kemény uh, dolgok vannak még. Tehát ezt vállaltuk és szeretjük csinálni, úgyhogy ezt csináljuk. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket. Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi szépen, ezután a rendhagyó beszélgetős epizód után. Köszi, sziasztok!